Németh Zoltán vagyok, 2002-ben végeztem az ELTE-n vegyészként, az 5 éves vegyészképzéssel. Jelenleg a Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozom, mint tudományos főmunkatárs, előtte itt az ELTE-n voltam tanársegéd, majd adjunktus jó néhány évig kutató-oktatóként. A vegyész munka számomra azért érdekes, mert minden nap új, minden nap tanulhatunk valami újat, csinálhatunk valami olyasmit, amit addig még soha nem csináltunk, soha nem monoton, mindig valami egészen újba fogunk bele, és rendkívül izgalmas az, hogyha az ember megtalál valamit, rájön valamire, tanul valami újat, akár egy kis apróságot, de akár egészen nagyobb dolgokra is rájön, felfedez, megismer, és ez a megismerés hajt minket a munkában, és ezért megyünk minden nap örömmel dolgozni. Szerencsére elég változatosak a munkanapjaim, nem egyformán telnek. Mi nagyon sokat utazunk, abból kifolyólag, hogy sok külföldi nagyberendezésnél dolgozunk, de otthon is van kis fejlesztő laboratóriumunk, kísérleti laboratóriumunk, ahol egyrészt új anyagokat vizsgálunk, illetve eszközöket is fejlesztünk a laboratóriumban annak érdekében, hogy minél inkább élvonalbeli kutatást tudjunk végezni. A vegyészek munkája közvélekedéssel némileg ellentétben inkább javítja szerintem az emberek életminőségét, és az általában a társadalomnak nagyon sokat segít az a termék, amit a vegyészek letesznek az asztalra nap mint nap. Én azért lettem vegyész, mert általános iskolában volt egy nagyon-nagyon jó kémia tanárom, aki ugyancsak 2 évig volt általános iskolában kémia, de akkor nagyon sokat foglalkozott velem, és ő szerettette meg velem igazából a kémiát, és ezt már vittem magammal a gimnáziumban is. A gimnáziumban én matematika szakos voltam. Amikor eljöttem vegyésznek, akkor nem igazán tudtam, hogy mi lesz ez. Akkor még sokan furcsán is néztek rám, hogy miért pont a vegyészetet választottam, ez abban a körben, ahonnan jöttem, nem volt általános. És igazából itt az egyetemen jöttem arra rá, hogy igazából a kémia mennyire színes és mennyire széles, hányféle kémia van igazából, és ez mindenképpen egy pozitív csalódás volt, vagy ez mindenképpen egy pozitív meglepetés volt számomra. Én amikor érettségiztem, akkor nagyon sokat gondolkoztam, hogy informatikus legyek vagy vegyész. Ez akkor is már egy elég erős dilemma volt, és utólag nem bántam meg, hogy vegyész lettem, mert azt gondolom, hogy ez sokkal változatosabb és érdekesebb téma, illetve terület lett, amit választottam, és igazából onnantól kezdve mindig, azóta is folyamatosan nagyon élvezem, amit csinálom. Élvezem azt, hogy a kémiai tudással a hátam mögött tudok dolgozni nap mint nap, és új dolgokat próbálunk felfedezni, illetve továbbfejleszteni. Hogyha az ember élvezi a munkáját, akkor lehet igazán sikeres. Thank you.